Július 7-én tartották a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRT Magyalosi Lőterének ünnepélyes megnyitóját Ravaszdon. A létesítmény nagyobb számú országos, illetve nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, így Európa első 10 lőterének egyikévé válhat. A fegyverek mindig is fontosak voltak az emberiség életében. Hála jó Istennek itt Magyarországon sport és polgári célokra fontosak per pillanat, vadászati célokra fontosak. De nekünk a múltunkban, a történelmünkben is benne van, hiszen a vadászat szenvedélye, a fegyverek iránti tisztelet hozott minket a Kárpát-medencébe. A monda szerint, a legenda szerint ennek köszönhetjük ezt a csodálatos országot, aminek a közepén, illetőleg a egyházi élet egyik közepében itt Pannonhalmán jelen lehetünk ezen az átadó ünnepségen. Nagyon örülök ennek a közjóléti beruházásnak is, 175 millió forintot költöttünk rá, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is most már jól és kézzelfogható a kormánynak a közjóléti funkciókat erősítő, támogató intézkedései itt a Kisalföldi Erdőgazdaságnál is. Én azt gondolom, hogy elég komoly dologról beszélünk, egy 70 hektáros terület van bekerítve, ahol 12 darab 160 méter hosszú golyóspálya, 2 darab futódisznópálya, 10 darab szituációs lövészetre alkalmas pisztolypálya lett kialakításra, illetve létrehoztunk 2 darab skit és trappáját, valamint 8 darab kompakt sporting pályát. Európa egyik legkorszerűbb, legmodernebb technológiájával építették ezeket a pályákat. Nagyon nagyfokú biztonság mellett épültek meg a pályák. Nagyon komoly lehetőséget rejt ez magába a sportlövők, a sportlövészetet kedvelők számára. De a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRT nem csak a sportlövőkre és a vadászokra gondolt, amikor megalkotta ezt az európai színvonalú lőteret. A Pannonhalmi Főapátság gimnáziumának, illetve a Győri középiskolában tanuló diákoknak szeretnénk a későbbiekben olyan kikapcsolódási lehetőséget biztosítani, mely tevékenység közben erősíthetjük koncentráló képességüket, közelebb hozhatjuk őket a természethez. Megtaníthatnánk nekik a lőfegyver használatát, különböző formáit, miközben az erdei környezet adta rekreáció lehetőségeit is kihasználva, terepi kerékpározás és mozgás különféle formáit is gyakorolhatják ezen a helyszínen. Mindezek mellett esélyt látunk arra, hogy az elkészült beruházás további kisebb fejlesztésekkel nem csak országos, hanem nemzetközi versenyek helyszíne is lehessen. A diákok mellett szeretnénk még kihasználni a hazai és szomszédos országbeli szlovák és osztrák vadász és sportolók igényeinek kielégítésére is létesítményünket. Szeretnénk minden évben egy nemzetközi Grand Prix díjat itt megtartani, ami azt jelenteni, hogy jövő év, illetve legkésőbb a jövő utáni évtől kezdve évente lesz legalább egy nemzetközi versenyünk. Sok szeretettel ajánlom mindenkinek, aki Győr környékén lakik, érdemes, de talán még akár ennél távolabbról is eljönni ide. A fekvés ennek a lőtérnek különösen jó, hiszen Ausztria és Szlovákia is nagyon közel található, ebből kifolyólag osztrák és szlovák barátainkra is számítunk, hogy ők is el fognak jönni és meglátogatják ezt a lőteret.